Köszöntöm nézőinket, Önök a Nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Pécsnek sok jellegzetes arca, személyisége van. Egyikük egy legendás rendőr, akinek alakja évtizedekig elválaszthatatlan volt a pécsi belvárostól. Nevéhez igaz történetek és légből kapott, de jellemző legendák is fűződnek. Ami tény, a munkáját kérlelhetetlenül, de mindig tisztességgel, becsülettel végezte, néha talán túl lelkiismeretesen is. Idén májusban töltötte be 74. életévét, de nyelvtudását, tapasztalatait ma is gyakran igénybe veszi a rendőrség. Ha azt mondom Leonardo, a pécsieknek nem csak a reneszánsz festő és polihisztor jut az eszébe, hanem a télen-nyáron a poszton álló intézkedő rendőré Leonard Lajosé is. Ő lesz ma a vendégem. Tartsanak velünk! Akkor volt rend a Széchenyi téren, amikor Leonardo volt ott a posztos rendőr. Ezt a kijelentést számtalanszor hallottam, amikor erre a műsorra készültem. Talán ez csengett a városvezetők fülébe is, amikor tavaly májusban útjára indították az új belvárosi közrendvédelmi programot, amit Leonardo programnak neveztek el. Leonard Lajost még ma is szinte mindenki ismeri a városban, hanem is személyesen, hát mások mondjuk a szüleik elbeszéléséből. Azt viszont talán kevesebben tudják, hogy több nyelven beszél folyékonyan, vagy azt, hogy munkája elismeréseként 93-ban miniszteri dísztört kapott, és a Városháza emlékérmet is kiérdemelte 97-ben. A Nagyítás vendége ezúttal Leonard Lajos, nyugalmazott rendőr, törzszászlós. Köszöntöm itt a stúdióban. Vagy akár azt is mondhatnám, hogy buongiorno, signore. Buongiorno. De akár azt is mondhatnám, hogy dobardán. Dobardán, zolite. Vagy összesen hány nyelven beszél a bátyám? Hát, orosz, szerb, horvát, ugye, az mennek. Ebből van államvizsga? Igen, hogy a belügyminisztériumban vizsgáztam. De hát itt ugye az imént olaszul beszélget, sőt, amíg jött fel a stúdióba, a lépcsőházba, folyamatosan olaszul beszélt hozzá. Mert helyek közel megértettem, pedig én azért tanultam olaszul, de csak ez így ráragadt az olasz? Vagy a Leonard névnek van valami kapcsolata hozzá? Igen. Hát meg az olasz turisták is. Van jó eső érzés, amikor megszólítanak is, akkor rám köszönnek, olaszul megkérdezik, hogy vagyok, mit csinálok, dolgozok. Ugyanez a szerb-horvátban is, amikor közel jöttek a déli turisták is, megkérdezték, jó vagyok, dolgozok, látom, dolgozok, minden, Svakidán, Obdjau, Centare. Lesz bácsi, akkor én is megkérdezem, hogy szolgál az egészsége? Hát, köszönöm, lehetne jobb is egy kicsit, de elmegy. Tegnap előtt ünnepelték a születésnapját, ugye jól mondtad, jól számoltam én, ugye? 74-e? Igen. Mit kapott szülinapra? Hát, viccesen hangzik, de a feleségem 3000 forintig kiváltotta a gyógyszereket. Hát ma. Ez volt a szülinapi ajándék. Igen, hát ez nagyobb, mint akármi. Mint egy fényképezőgép, vagy akármi. Úgyhogy... Hát meg ez kell, ezek szerint. Igen, az élethez tartozik. Nem volt ön mindig rendőr, bár az első fénykép és az utolsó is, amit őről mutatni fogunk, az gyakorlatilag egyfolytában szolgálat közben ábrázolja önt. Igen. Itt az első kép, amit tetszik is látni, 1970-ben készült a Széchenyi téren. Igen. Az az érdekes, hogy egyrészt hát ugye nagyon máshogy nézett ki a Széchenyi tér, másrészt nincs itt nyugati autó egy se. Ha ott a jobb szélen, az mint hogyha egy Volkswagen lehetne. Igen, de hát mikrobusz. Egy mikrobusz. Van és olyan, igen? És az egyenruha is az, erre mondták fakabát, ilyen műbőrkabát, bokáig ére. Zúgott az eső, akkor is lepörgött róla. Az nem is igazi bőrkabát volt? Az műbőr volt? Műbőrkabát. Műbőr. Van olyan szeglete itt a belvárosnak, amit ön nem ismer? El tudna valaki bújni ön elől a belvárosban? Nem. Nem? Megpróbáltak motorral is. Hol a mecsek fele, hol itt a városba. De a Melik utcán elé mentem, kimentem a kapul, hopp, meg vagy. Mit szólt hozzá Lajos bátyám, amikor megtudta, hogy elneveznek őről egy ilyen közrendvédelmi programot? Hát, jó érzés volt, mert a polgármester úr, a Páva Zsoltnak a titkárnője úgy kezdett ez az egész, hogy oda telefonált, és akkor mit szólnák-e hozzá, hogy tovább is lenne Leonardo Széchenyi téren. Nem tudtam, mire gondolnak, hát mondtam a főnökömnek is, most már tolókocsó menjek be. Azt nem erre gondolok, hanem az én nevemen futna tovább is a rendőrség. Hát, mondom, köszönöm szépen, mivel hogy nem sértő, ugye is, hát hogy nem feledkeztek el rólam. Hát hogy nem sértő, persze, hogy nem sértő, szerintem ez egy nagy elismerés. Igen, és akkor mondom, hát jó, beleegyezek, hát hogy nevemen menjek tovább a
hogy legyen Leonardo Széchenyi tér, ma úgy idézőjelbe téve. Persze, hát legalább a program megőrzi az ön nevét, de hát számtalan történet is megőrzi az ön nevét, majd idézgetünk ebben a beszélgetésben ezek közül is. Következőképpen 74-ben egy balesetnél intézkedik, de én nem tudtam pontosan eldönteni, hogy ez hol történt. Ez is a Széchenyi tér? Igen, a Gyámi mögött, a Janus Pannonius utca elején, a Leonardo Vinci utcánál. Ott az iskola. Még az is önről van a nevező. Igen, az igen. Lejjebb meg a szobor ott van, a Leonardo szobor, ez ott van. Széchenyi tér. Fölött, pedig és van. Akkor így ment visszafele, most lefele a Széchenyi tér. Ez egy jugoszláv autó, és azt a motoros lőtte föl, nem adta meg az elsőbséget. Csak azért lett fölállítva, hogy a benzin, hogy kifolyjon. Már hogy a motor, hogy igen, azért igen, igen. Nem, de nem történt személyisérülés. Nem. Ilyenkor önnek mi volt a dolga, amikor baleset történt? Hát, a helyszínt biztosítani, értesíteni a helyszínelőket, a kollégákat is. Távol tartani a bámészkodókat, ugye hát, mindjárt összegyújt egy komolyabb hát igen, tömeg. Igen. Mi volt a legcsúnyább, hogyha lehet a legrondább baleset, aminél intézkednie kellett? Most az jutott eszembe, hogy én még emlékszem, talán a 80-as években lejött egy busz a Mecsekről, és keresztül hasított a Széchenyit, és beleállt a centrumba. Akkor, nem, akkor ön volt szolgálatban? Nem, de nem tudtam kimaradni belőle, amikor bementem egy-két napra a Széchenyi térre, azt mondja, látszik, hogy nem voltál itt, Lajos. Látszik. Persze, én megfogtam volna a buszt, hát mindenki olyan izékat mondott rólam, hogy én hiányoztam akkor is onnan, ugye? Sok külföldivel, ahogy ön is mondta. Köszöntek rám. Mondta, de a munkája során is találkozott sok igen, külföldivel, hogy, és némelyikor intézkednie is kellett velük kapcsolatban. Itt mindjárt látunk egy jó embert, akivel, hát nem is tudom, mondjuk úgy, hogy tartják a kapcsolatot a Palatinusnak az előterében. Ez mit követett ez a szegény pára? Kamionnal jött be éjszaka is, rossz helyen állt le, ő mondta is, hogy ő a hibás, és hova tudna állni, meg ilyesmi, és akkor mondtam máskor, jobban nézen körül, a kollégáim vannak ottan, járőrtársam. Bejött a belvárosba a kamionjával? Vagy mellék utcába, a dr. Váradi Antal utcába, ott valahol leállt egy mellék utcába. És akkor mondta, hogy most jó helyen van, hogy nem bűncselekmény áldozata lesz, ugye, hogy kifosszák, vagy valamiért. Mondtam, hogy szó se lehet. Ez egy horvát állampolgár van? Igen. És ön horvátul beszélt vele? Persze, természetesen. Na, akkor kanyarodjunk erre vissza, Lajos bátyám, hogy honnan tett szert a nyelvtudására? Mert említette nekem egyszer, hogy hát még meg a rendőrség előtt, mikor talán az Uránbányánál, vagy a bányánál dolgozott, igen, akkor igen. is már tolmácsolt. Igen, hát orosz főnökeim voltak. A térképészetnél voltam. Föld alatt is, föld fölött is, terepen, vidéken. Kővágószörös környékén, Bakonya a környéken. És tőlük akkor oroszul megtanult? Persze. És az orosz meg a horvát akkor ezek szerint hasonlít. A külföldiek abban az időben mondjuk úgy, hogy eleve gyanús, hát nem, hogy gyanúsak voltak, de jobban oda kellett figyelni rájuk? Főleg, hogyha mondjuk nem szocialista országból érkeztek, akkor azért igen, figyelgették igen, őket? Igen, mert visszaítek azzal, hogy ők nem magyarok is, akkor hát így intettek is, akkor menjetek csak. Kikkel volt a legtöbb baj? Keletnémetekkel, lengyelekkel, horvátokkal? Lengyel is volt egy-kettő. Neki volt a legfegyelmezetlenebb csapat? Horvát is olasz. Horvát is olasz. Igen. 1981-et írunk, és itt természetesen ismét önt látjuk, a nádor előtt vigyázó szemeit a Széchenyi térre veti. Mindenre és mindenkire odafigyelt, ezt mondják is, de hát én még emlékszem is erre. Sok történet kering erről, igazak és kitaláltak egyaránt. Az, hogy a feleségét is megbüntette, az például nem igaz, ugye? Tehát ez nem. Még most, mikor jött ide a taxiban, még akkor is a taxis ezzel igen, megtámadta. Igen, hogy... igen. De az igaz, hogy mondjuk a Friderikusszal, meg a sofőrével, Friderikus Sándorra szóváltásba keveredett. Igen, ez hogyan igen, történt? Igen. Mesélj már nekünk. Hát ott a polgármester hivatal volt tanács mögött lévő útszakaszon, följött egy fekete személykocsi, akkor bejött oda a Kossuth utcába, leállítottam, és kértem a behajtási engedélyt, mert csak abban lehetett behajtani, de a diszburkulatra, és neki nincs ilyen. És közben, hogy beszélgettem vele, ott 3-4 lépésre az Ofotér bolttól, ugye nézte a kirakatot, oda jött mellém. A Friderikus? Igen.
és úgy kezdte a beszélgetést, hogy kit tisztelhetek magába? Jézus, már körülnéztem, már miért kérdezi ezt? Egyenru a rendbe, verékszik, pisztoly, járőrtáska, minden rendben van, mondom, hát kettőt, hármat találhat, postás, mezőr, vagy amit akar. Akkorakat rögtek ott rajta, csak na. Jó, hogy volt közönsége is a történetnek. Persze, általában. És akkor hogy folytatódott el? És akkor mondtam neki, hát nézze, nem a maximum, az 500 forint, hanem 300 forint a megbírságom, és máskor vagy szerez behajtás engedélyt, vagy többet nem szabálytalankodik, itt megígéri. Itt az én városomban, mi városunkban, és akkor így mindegy rossz álom elszállt, beüt az autóba, és elvitette magát. És az is talán az igaz történetek közé tartozik, hogy egy alkalommal egy magasrangú párt funkcionáriussal is meggyűlt a baja. Hogyne. Egy mentőnek kellett volna ugye beállni oda az irgalmasok elé, és oda ezt... patika mellé is, és ott feküdt egy áldozat, vagy egy sérült, és nem tudott szabályosan beállni. A mentő emiatt. Igen, és akkor nem én magamtól, hogy vadászok, vagy valami rájuk, ugye akkor nem mondhatták ezt. Nekem szólt egy önkéntes rendőr, és a kislány unokája volt együtt, azt mondja. Szólt Lajos, azt mondja, nem tudom, hogy mit tud itt csinálni. Hát mondom, megpróbálok mindent, a magamtól telhetőt is. Hát, oda mentem hozzá, kértem a papírokat, és akkor azzal kezdte, álljon vigyázba. Mondom, milyen rangban van uraságod? És akkor mondta, ő a párbizottság titkára. És akkor, hát mondom, nem tudok róla, én elvégeztem Pesten a rendőriskolát, de hogy ilyent, hogy én vigyázba álljak civil előtt, meg mit. És akkor mondtam neki, hogy rossz helyen áll, meg itt nem lehet parkírozni, sebe idehajtani, és mutatott egy papírt, hogy ő bármikor napközben bejöhet, és a tanácselnök elvtársat bármikor meglátogathatja, ettől eddig. Hát ha mondom, ránézek az órára, ez az idő elmúlott. És a másik az, hogy nem kötekedés, vagy valami, de tetszik látni itt a megkülönböztetett jelzésű mentő, nem tudott idáni, itt fekszik az illető, valami sérült is, engem úgy hívtak ide, felhívták a figyelmemet, hogy ma segítsek. És akkor ez úgy jött, hogy ő a szocialista összeköttetése révén szólt a főkapitánynak, az meg az őrparancsnoknak, és az meg ugye rajtam csattant az ostor végén rajtam, hogy ez úgy jött ki, hogy én megszabom neki, hogy meddig a pártbizottság titkára látogassa meg a tanácselnök elvtársat. Hát mondom, ezt így is föl lehet fogni, de erről szó sem volt, csak mondom az idő, amikor volt mindenféle probléma nélkül bejöhetett, meglátogatta, én nem azt... Nem akart közéjük állni. Igen, faggattam, hogy miért, hogy, meg, hanem az, hogy tényleg ötten rosszat csinált. És akkor mi lett ennek a vége? Hát, és akkor így egy hét múlva találkozok vele, szintén ott a Jókai téren voltam, és az Elefántos ház közelében, egyszer csak oda jön hozzám, üdvözöl, és mondja azt, hogy ha még egyszer útba volnák, itt vagyok a fodrász üzletnél, akkor csak szóljon nyugodtan. Ez olyan, mintha jelentette volna nekem, hogy hol van, mert rájött arra, mondom, számú hát, tízig, hogy nincs igaza. Nem volt igaza, igen. Hogy én mögöttem így ennyire beáztatott, hát, hogy én kikapjak, vagy valami. De hát azért mondjuk elnézést meg nem akart kérni nyilván, igen, és akkor igen, és akkor így, hogy itt vagyok a fodrász üzletben is, ha valami van, probléma az autóval, csak szóljon, és akkor elállok. Mondom, köszönöm, megértjük egymást. Nos, bátyám, a következőképpen május 1-én látjuk, 86 május 1-én, hát akkor még a rendőrök is felvonultak, meg a rendőrök biztosítottak rendezvényeket. Igen. Ma sokszor fordítva van, és a rendőrök tüntetnek és demonstrálnak. Hát, el sajnos. Tudta volna ezt képzelni valami? Nem, soha, soha. Rendben van ez így ön szerint? Hát, ebben nem tudok beleszólni. Kádár-eptás idejében ilyen nem lett megengedve, nem. Ilyen nem lett. Meg a tűzoltók is. Ilyen nem mert, mert belügyminisztériumhoz tartoztak ők is. Ilyet nem mertek megcsinálni. Ők csak a parancsot hajtották végre.
Úgyhogy... Ugyanakkor, hát arról már beszélgettünk, hogy minthogyha most már nem lenne becsület a rendőr egyenruhának, nem lenne úgy mondták elég, hogy respektje, igen, hogy jó lenne most pályakezdőnek lenni, ha most lenne mondjuk 20 éves, beállna a rendőrséghez? Hát, meggondolandó, meggondolandó. Most nem azt kérdezem, hogy ha újra kezdhetné az életét, tehát van az a tipikus, akkor nem igen, igen. És akkor is közrendvédelmi lennék, így mondtam a kollégáimnak, kolléganőknek is, mikor bemegyek a kapitányságra, mert ez a legszebb. A közrendvédelm ez magába foglal mindent, ami létezik. A tanácsi szabálysértések, a közlekedés, ez minden egybe van. A tiltott fürdés, a köztelt beszennyezés, a csendháborítás, mindent magába foglal, és ez a legszebb. Tehát vannak olyan dolgok, amik akkoriban még nem is voltak. Például ez a rettenetes sok falra firkálás. Jaj, hát ez... nem, meg a padokra, meg a buszokon belül össze vannak sprézve az ülések, az üveg, mindenféle. Mit lehetne csinálni, Lajos bátyám, hogy ez ne így legyen? Hát... Én esküszöm, nem sírom vissza az előző rendszer. Tehát nem, de hogy akkor ez nem csak egy üres nosztalgia, hogy azt mondják, hogy akkor rend volt, például Széchenyi téren is rend volt. Mindenki így fogad a városba. Ha már én is röstelem, hogy jó, hogy látom, meg mit tudom, most nincs rend, meg mit tudom, mindenki így mondja. Hát, pedig én nem ütöttem, vágtam az embereket, úgyhogy. Hát viszont hát... azt egyszer össze kéne adni, hogy hányszor 300 forint bírságot volt ki, mert az azért érdekes volt, ez önre nagyon jellemző, hogy 500 forintot lehetett volna ilyenért tilosba parkolásért, mit tudom. Akkor ez hosszú évtizedeken keresztül egy egységes tarifa volt, nem úgy, mint igen, most, hogy hetente változik. De azért 500 forintot nagyon ritkán osztott ki. Igen. Inkább igen. 300 forint volt, igen. Igen? Hát hányszor 300 forint lehet ez, hogyha kiszámoljuk, hány évig volt a Széchenyi téren? Hát 43 év. 43 év, és az hetente átlag hány műszakot jelentett? Hát, hány műszakot, hát... Tehát egy héten, minden nap? Öt nap, igen. Öt napot, és mindig a Széchenyi téren. Igen, és valamikor szombat, vasárnapra esett egy hónapba kétszer, a többi meg hétköznapra. Vagy csak vasárnapra, vagy csak szombatra. 43 éven keresztül heti 5 napig ott volt. Igen, igen. Ha esett, ha esett, ha fújt. Ez hány órás volt egy ilyen szolgálat? 8 óra. Reggel 6-tól délután 2-ig, vagy délután 2-től este 10-ig. És akkor éjszaka más volt? Éjszaka nem volt, hogy 3x24? Igen, 3x8 igen, óra van. Igen. Éjszaka nem is dolgozott? Dehogy nem, hogy. És akkor... Például az is engem nagyon érdekel, hogy leülni szabad volt az utcán, ha szolgálatban volt? Végig állni kellett? Igen, igen. Leütünk akkor, ahová ki volt írva a szolgálat, amikor mentünk járőrbe és arra a bőrgyárnak, ahol ki volt írva a bőrgyár portáján ettől eddig. Vagy a Nádor szálló, vagy a Palatinus szálló portáján ettől eddig. És ha akkor főhívott a parancsnok, akkor ott voltam. Ugye? Uh-huh. Ha ellenőrzött, hogy ott vagyok-e. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy 43 éven keresztül heti 5 napot állt. Heti 6 napon igen, keresztül igen, napi 8 órát állt. De azért Nádorban néha beült, nem? Meginni egy kávét. Nem volt olyan sose? Hát, amikor így kedves ismerősök, mint a Kós Jan is behívott. Lajoskám, most jöttem Mohácsról, ott meg akartak büntetni, és mondtam, hogy sietek a Lajoshoz, mert vár a Széchenyi tér, és akkor azt mondták, jó van, menjen csak. Hát, szép volt, jó volt, és tényleg azért egy-két lengyel, az olasz, meg a német, azok, inkább a német és az olaszok szabálytalankodtak sokat. Uh-huh. És akkor szóltam neki, solo 10 minuti, subito andiamo, és akkor csak 10 perc, azt mondja, mindjárt megyünk, és uh-huh, akkor így elvoltunk. Tiszteltek is. 902, tisztelik most is, Lajos bátyám. 92-ben nyitott meg ez a belvárosi őrs, ugye? Igen. Ez nagy dolog volt? Ennek ön lett az ősparancsnoka akkor? Nem. Engem csak ott kint alkalmaztak, mert nemzetközinek hívtak, a parancsnok egyszer kijött, aztán mondja Leonardo Eftás, miért nevezik magát a kollégák nemzetközinek? Hát nem mondták, hogy ne rólam terjedjen, mondtam neki, hogy, vagy válaszoltam, hogy ne rólam terjedjenek a rendőrviccek. Uh-huh. Annak tettem valamit, elmentem, vizsgát tettem, befizettem a vizsgadíjat is.
és hogy beszélek nyelveket. Mi a legnagyobb sik? Mire leginkább büszke a pályafutása során? Azt tudom, azt a fényképet, ahol azzal a dísztörrel van, igen, azt nagyon nagy büszkeséggel mutatta nekem. Igen, igen. És akkor Páva Zsolt is, amikor kitüntetett, ki volt a színház téren, volt az ünnepség, ott is megtapsoltak és bekiabáltak, Leonard, Leonard, és így jártam, amikor a Boros Péter volt a belügyminiszter, az aranygyűrűt megkaptam. A címeres aranygyűrűt megkaptam. Ott is bekiabáltak, pedig ott csak a pécsiek voltak, ami egy személykocsiba befér, ott is. Jó érzés volt, ott is. Lajos bátyám, ma is visszajár a kollégákhoz, ezt elég nehezen tudtuk leegyeztetni, ezt a találkozót is, mert ugye hetente kétszer, ugye ön bemegy a Vargadalmjánba, ahol a szolgálati ideje utolsó részében, ott is volt ilyen eligazító a bejáratnál, igen, ugye? Igen, hogy, hogy. Hát nem lehetett olyat kérni, akkor intéztem mindig jogsi meg ilyen ügyeket, és akkor én emlékszem, nem lehetett olyat kérdezni öntől, hogy megmondtam, hogy jogosítvány ügybe, és akkor egyszer megkérdezte, hogy hozta vagy viszi a jogosítvány. Hát igen. De rögtön mondta mindenre, hogy hol. Igen. Hol tudom elintézni. Hát az elkerült tőlünk az igazgatás rendészet a polgármesteri hivatalhoz, külföldiek, magyarok kis bejelentkezése, személyigazolványcsere, útlevélcsere, elkerült tőlünk. És most, amikor visszajár a kolléga, hetente kétszer visszajár, vagy csak úgy hetente kétszer bejön Kertvárosba? Be, amikor az orvosi rendelőben, amikor így a vérnyomásommal kapcsolatban ugye fölkörülni gyógyszereket, akkor ott kell bemenni az ügyeletbe, és akkor mindig szeretettel köszöntjük egymást, megkérdezzük, hogy vagyunk, mint vagyunk. És jó eső érzés, amikor a parancsnok, aki már én ösztettem, úgy mutatkozott be, hogy én voltam a Lajos bátyának a járőrtársa. Azóta már doktorát, meg főtisztelt. Hát mondom, nem kell ilyet mondani, hát már én ösztettem magamat. Mindig bejött, és akkor találkozunk, Lajos azt, hogy gyere fel hozzám az irodába, mert egyedül nem szeretek kávézni, és akkor együtt kávézunk ott. Hiányzik a munka? Hát, ez a munka hiányzik, sokszor arról álmodok. Ezt nem lehet elfelejteni egy-két éven belül. És hogy minden nap fölhúzta az egyenruhát, igen, megnézte a tükör előtt, elvágólag legyen minden, igen, és akkor igen, irány igen, ki a terepre. Igen. És elég jó tetszett a parancsnokaimnak, hogy mindig úgy mentem, hogy tiszta volt, nem volt koszos, meg mit tudom, ruha, semmi. Nem voltam szűrös, volt, akit elküldtek, hogy borotválkozom már meg. A mai napig is, mint máma, borotválkozok minden nap. Sokat kivesz az emberből? Elhasználja az egészséget, hogy télen, nyáron, hóban, fagyban, kánikulában, hát, kinn a szabadon és talpon, ugye, mert mint mondta, nem is lehet leülni. Ja, igen. Na most ehhez képest, mikor jöttünk itt fel a lépcsőházban, én győztem jönni maga után, mert nagyon tempósan jött fel a lépcső. Igen, igen, hát gyalog, szóval sokat jelent megszokni az ember lábának, ugye? De karban is tartja talán, tehát. Meg ön említette, hogy a meleggel semmi baja nincs, tehát jó. Nincs, szeretem a meleget, olasz típusú, úgyhogy. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és köszönöm, hogy mindezeket elmesélte. Remélem, hogy még nagyon sokáig találkozunk önnel a belvárosban, most már civilben, de hát azért még jó sok év teljen el, hogy itt találkozunk. És hát jó egészséget kívánok önnek, mert köszönöm. Az a legfontosabb. Köszönöm. És engedje meg, hogy az eddigi műsorainkból egy kis válogatást átnyújtsak. Jó, köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát. Nézzenek minket legközelebb is, és hogyha lemaradnának valamiről, tudják, műsorainkat megtekinthetik a Pécs TV honlapján, a videótárban is. És azt se felejtjék, hogy legyenek mindig kíváncsiak. Viszontlátásra.